kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, világslágerek Pán Sípra és Okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Szervusztok, kedves hallgatók! Az önkényes mérvadónak a mai első órájában négyen leszünk itt. Vendégünk Schuster Henrik, a Kampány Sztori, a Sétáló Budapest Aktivista Szemmel című könyvnek a szerzője. Egy picit megidézzük Robit gyakorlatilag, és beszélgetünk a könyv tartalmáról, arról a kampányról. Meg Robiról, meg arról a kampányról, amit rendhagyó eszközökkel annak idején lefolytatott a főpolgármester jelöltség azért idején. Azért csillagszületik idézeteket ne várjatok tőlem, hogyha hát pedig lehetséges. Az rendkívül népszerű lenne. Azt hiszem. Körünkben még Tasnádi András és Csizi Ági, én Horváth Oszkár vagyok, az SMS számunk pedig 0630 011 0725. Azzal kecsegtet a fülszövege ennek a könyvnek, hogy emléket állít annak az izgalmas időszaknak, amikor a pesti légkör szabadabb lehetett pusztán attól, hogy néhány civil a sarkára állt. Engem megfog ez a kifejezés, hogy civil, hogy ezt magyarázzuk meg, hogy ilyenkor mit takar, mert én a jelen pillanatban, amikor meghalom azt, hogy civil, akkor például arra gondolok, hogy mondjuk az ukrajnai menekülteket civil szervezetek által szervezve abból a forrásból várták az országban, miközben mondjuk én kormány oldalról meg mindig ennek a kritikáját hallom, hogy minden civil szervezet az gyakorlatilag a Sorosnak az ügynök hálózata, és így én nyomorultul érzem magam néha, hogy minden országban, minden kormányzás esetén lesznek ügyek, amelyek nem kapnak akkora hangsúlyt, és ez egy lehetőség, hogy az ember a saját idejéből, a saját pénzéből, a saját elhatározásából változtasson ezen a hangsúlyon. Végül is ezt segíti, ha úgy tetszik, az 1% is, hogy egy picit tekerhetsz azon a potméteren, amivel nem értettél egyet, hogy hol áll. Mit jelent ebben az esetben azt, hogy civil? Hát nagyon szűken fogalmazva, és csak politikai szemszögből nézve, nem fizetett pártaktivista. Így röviden összefoglalva, és egy nem individuális központú figurát jelent, akinek egyetlen célja van, van egy ügye, amit végre akar hajtatni, vagy a köznyilvánosságba befecskendezni ezt az ügyét. Nem kell ezt túlságosan sokrétűen elemezni. Szerintem ez egy egyszerű karakter. Nem kell annyi dimenziót belenézni, mint egy politikusba. És hát elég egyértelmű, hogy nekünk például milyen ügy volt az, ami civil létett minket, és nem politikussá. Ez a Sétáló Budapest, ez nem jelentett többet, mint egy közigénynek a megfogalmazását, amit lehet, hogy korábban nem is nagyon fogalmaztak meg mások, de valahogy bennük élt az az igény, hogy egy élhetőbb, jobb levegőjű Budapesten szeretnének élni. És civilként nekünk annyi volt a feladatunk, hogy ezt megfogalmazzuk, nem a személyünket középpontba helyezve egy olyan kampányt csináljunk, ami legalább a köztudatba úgy beleviszi, hogy ezt az egész ügyet, hogy akár később egy politikai formáció ezt hatékonyabban is végre tudja majd hajtani. Egyébként a Sétáló Budapest ötleten vagy programon kívül úgy érzed, hogy ez a kampány vagy ez a civil egyesülés hagyott más örökséget is, amit a földről felvehet az, aki hatalomhoz jutott és megvalósíthatja, vagy mondjuk az a szürke állomány, amit összeterelt ez a közös akarat, kitermelt olyan szakembereket vagy ilyen think tankeket, akik utána a más politikai színek által alkalmazásra kerültek, és gyakorlatilag végül is ennek a szervezetnek, az akaratának egy részét elhordozták oda, ahol erő is van megvalósítani? Olyannyira így van ez, hogy ha nem
ennyire a köznyilvánosság előtt szerepelnék, akkor egyenként, személyenként meg tudnám mondani azt, hogy még kik voltak azok a szakemberek, akik most bizonyos politikai formációnak a program iránti igényét elégítik ki. Uh-huh. Legyen ez akár a kétfarkú kutyapárt főként, de akár a nemrég kiválóan szerepelt Márki-Zay Péter kampányát is ide vehetjük. Hát ez a csapat, ez sok embernek, vagy sok formációnak, hát mondjuk azt, hogy vérszemet kaptak elolvasva a mi programunkat, és elkívánták ezeket a figurákat, és az ő gondolataikat. Úgyhogy ha a százalékos eredmény, amit elértünk, az nem is azt mutatja feltétlenül, hogy tömegigény lenne arra, amit csináltunk, de az, ami a háttérben utána lezajlott, hogy hogyan szívta el ezt a szellemi tőkét a politikai élet, a közélet, abból azt kell, hogy mondanom, hogy ez egy profi csapat volt. És ez kudarc, hogy elszívta, vagy pont siker? Tehát, hogy ha elszívja, akkor memetikailag beoltja ezzel az akarattal azt a nagyobb gazdatestet tulajdonképpen. Tehát én, amikor kitalálom azt a 80 ötletet életemből, amiből 22-t keservesen megpróbáltam megvalósítani, amikor a maradék, na, most aztán 58-ból látom, hogy valaki csinált egy vállalkozást és működik, akkor én nem mérges vagyok, vagy irigy, hanem megnyugszom, hogy na jó, akkor ezt sem nekem kell csinálni. Hogy ezzel kapcsolatban szerinted hogy érzi magát a sétáló Budapest egykori aktivistáinak többsége mondjuk? Hát az biztos, hogy egy politikus az lehet annyira finnyás, hogy fájjon neki, hogyha az ügyét elorozzák kvázi tőle, vagy valaki más megvalósítja, mert akkor nem ő fog ebből politikai tőkét kovácsolni. És ez is egy előnye a civilnek, hogy ezzel nem kell törődnie. Azt a kázi mémet kell végrehajtania, azt kell befecskendeznie a társadalomnak a tudatalattiába és a tudatos ényébe is, amiért elindult azon az bizonyos választáson. Tehát én ezt persze abszolút pozitívumnak tartom, az utóéletét annak a csapatnak, ami akkor összeállt. Igen, azért a sétáló Budapestnek alapvetően ugye két célkitűzése volt. Az egyik a belvárosnak az autómentessé tétele, és ennek a nyomán a külső városrészek, városközpontjainak az autómentessé tétele, ami egyébként itt Magyarországon ez egy ilyen nagyon forradalmi, meg nagyon a valóságtól elrugaszkodott gondolatnak tűnt, ami folyamatos gúnyolódások céltáblája volt, de hát tudjuk, hogy más nyugati nagyvárosok azok pont itt tartanak, és pont e felé mennek, hogy nem történt más, csak a 20-30 évvel ezelőtti urbanisztikai trendeket próbálta a sétáló Budapest áthozni Magyarországra és Budapestre. A másik, és egyébként ez szerintem tényleg sikeres volt, mert a kampány végére az összes induló párt valójában sétáló Budapestet akart. Jó, nem olyan gyorsan, nem mindjárt, nem szabad ezzel kapkodni. Nyilván a politika így van ezzel, de hogy önmagában már megtörtént ez a dolog, hogy a végére komolyan vették, hogy a végére már a választók is komolyan vették, mert azt hallották a Tarlóstól is, meg a Karácsonytól is, hogy hát ugye ez nem hülyeség, és akkor ez a fajta gúnyolódás már csitulni kezdett, és lépett a helyébe a Fidesz ügynöközés, mint pót alternatíva, vagy másik alternatíva. A másik célkitűzése viszont a kampánynak az totális kudarc volt, ugye valamifajta politikai elitváltást hirdetett meg a Robi, azt akarta, azt mondta, hogy ezekkel a politikusokkal, ezekkel az ellenzéki politikusokkal nem lehet leváltani, nem lehet kihívni Orbán Viktort, ami hát nyilvánvalóan még a sétáló Budapestnél is nagyobb őrültségnek tűnt, és mostani választási eredmény után pedig úgy tűnik, hogy azért ebbe is volt némi kis ráció, lehet, hogy nem sok, mert nyilván Jakab Péter nélkül azért nehéz elképzelni egy közéletet, nehéz elképzelni egy parlamentet, és még fájdalom lenne enélkül létezni, de minthogyha mégis lenne erre talán némi igény. Nem Robi mondott olyat, hogy egy politikai erő ma már nem lehet más, csak zöld.
nem az ő szájából hallottam ezt, aztán nem tudom, hogy ilyenkor idéz valakit, vagy a meggyőződését mondja, de hogy ez valami olyasmit úgy akarja ezt érteni, hogy bárki szociáldemokrata, kereszténydemokrata, nem tudom, jobboldali konzervatív, akármi neki a főcsapás iránya, azt, hogy zöld, azt ebből nem hagyhatja ki, vagy nem gondolkodhat másként. Nyilván az abban az értelmezésben nem az élhetőség, a városi élhetőség, hanem egyáltalán a túlélés kapcsán. 2022-ben ennek már kellene ilyen alapvetésnek lenni. De mi van akkor, ha egy mozgalom csak zöld? Tehát, hogy érted, mire gondolok, a csak zöld az két dolgot jelent. Hát az egyik az, hogy nem lehet valaki nem lehet a zöld ség nélkül nem lehet létrehozni egy mozgalmat, mert ezt kívánja a józanész, de amennyiben csak a zöld a tartalma, az nem egy picit 90-es évek? Tehát, hogy 90-es éveknek nem érezném, de hogyha valakinek csak zöldség a tartalma, akkor annak nyilván fel kell készülni arra, hogy ő nem lesz, nem fog kormányt alapítani, tehát nem fogja soha azt a többséget maga mellé állítani, ami elegendő a kormányzáshoz, viszont tudja képviselni éppen elég erővel ezt a területet, vagy ezt a témakört az országgyűlésben. Zöldek, mondjad Kári. Ja, hát meg emellett azt is hozzátenném, hogy szerencsére mi nem is hazudtuk azt, hogy itt valamiféle kormányzati pozíció lenne a végső cél ezzel. Tehát ahogy elképzeltük, tehát nem sokban különbözött az, ahogy véget ért, végül is, ahogy révbe ért, inkább a dolog mondhatjuk így, mint ahogy elképzeltük. Tehát, hogy elterjedt a híre, most már kevésbé tűnik abszurditásnak egy budapesti életében a lezárt sétálózóna Budapest kellős közepén. Úgyhogy sokkal többet elvárni lehet, hogy irreális lett volna még 2019. Mi az, ami ebből a gyakorlatban megvalósult? Vagy mik azok? Hát a legegyszerűbb példa, ahogy az előbb is hallottuk, hogy egyszerre, de igazából a kronológiával itt nem értek egyet, tehát a bohócozás és az ötleteink elszikkázása az megfért egymás mellett, nem kellett az egyik leváltsa a másikat. Tehát egyszerre szerepelt a jelöltünk Puzsér a bohócos, összeberkizős, összekarácsonyozós plakáton, ugyanakkor Tarlós emellett meg is ígérte azt, hogy hát úgy 2030 környékén még el is jöhet ez a korszak, az a fényes jövő, amiben lehetséges egy sétáló Budapest, illetve Karácsony Gergely pedig a Dugó díj ötletével szórakoztatta a közönségét, ami szintén egy markáns pontja volt a mi programunknak. De ezek tulajdonképpen még mindig csak elmélet szinten vannak, tehát a kérdésem arra irányult, hogy volt-e bármi, vagy van-e bármi, ami tényleg technikailag meg is valósult a ti elképzeléseitek között. Nincs ehhez korán? Nem, egyébként... Hát, akár lehetne. A hatodik kerületben egyébként ott példaértékű változások vannak, és egyébként az egész belvárosban is próbálják kiszorítani az autókat. Tehát megtörtént, hogy ez a gondolkodás azért jelen van, hogy zöld, hogy kevesebb autó, kevesebb parkolóhely, tehát hogy ez abszolút megtörtént. Én még az oszira reagálni. De ez is folyik 20 éve ez a lassú átmenet. Kecskeméti utca felszámolásával mondjuk elkezdődött, és az nem az a 2000-es évek elején volt, de vagy akár előbb. Igen, tudom. De egyébként a Tarlós korszak most ilyen szempontból, tehát hogy nagyon sok szempontból előremutató volt, pont ilyen szempontból nem volt az. Tehát hogy ezeket a fejlesztéseket visszafogták. Most azért látni kell, hogy amilyen zöld fejlesztések vannak, azok részben a pandémia által, részben a kormány által megcsonkolt költségvetésből érkeznek és jönnek. Tehát azért amit látunk, hogy ahhoz képest, hogy az elmúlt 8 évben mi volt, ahhoz képest viszonylag nagy lépések vannak, ahhoz képest, hogy az elmúlt 8 évben milyen lehetőségek voltak, és most milyen lehetőségek vannak, még nagyobb lépések vannak előre, de én még mindig az oszira reagálnék, aki felvetette, hogy csak lehet-e csak zöld egy párt. A kérdések a nagy teoretikusai, a Schiffer András, meg a Lányi András, ők valószínűleg azt mondanák, hogy csak zöld lehet ma egy párt. Tehát ők azt mondják, hogy olyan, hogy
ugye az, hogy egy zöld program van, mondjuk egy hosszú 150 oldalas program végén van 10 oldal, hogy mit csinálunk, mint zöldek, az kevés. Ők azt mondják, hogy a jövő és az emberiség túlélése az attól függ, hogy elfogadjuk-e az ökopolitikának nevezett nézetrendszert, aminek az a központi filozófiai gondolata, hogy minden egyes részterületét a világnak, közgazdaságot, kultúrát, közlekedést az ökológiai szempontok alapján egész egyszerűen újraértelmezzük és újra tervezzük. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy egész egyszerűen nincsen olyan politika, ami fenntartható lenne, és ami ne vinné a földet, vagy az emberiséget egy globális katasztrófába, hogyha nem ökológiai alapon kezdünk el gondolkodni és változtatni a világon. Nem biztos, hogy igazuk van benne, de azért meggyőző érvekik vannak rá. Ha már itt ülhetek, és hallhatnak minket a hallgatók, akkor esetleg felvetném azt is, hogy elég gyakorlati eredmény lenne, hogyha a most felújítás alatt álló Lánchíd valódi sétáló híddá válhatna, még mielőtt a két rész, tehát a szélén levő támpillérek azok oda kerülnének. Tehát még megvan rá a lehetőség, kedves Karácsony Gergely, hogy végrehajtsa azt a programot, ami hát elvileg a saját politikai elköteleződéséből is következne, hiszen elvileg egy zöld politikusról beszélünk, és elvileg neki már nem nagyon van vesztenivalója az elmúlt fél év hát mozgolódásai után, úgyhogy akár meg is valósíthatná ezt a tervünket. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. Na, választhattok a továbbiakban. A két dolog közül, ugye a Sétáló Budapest történetét feldolgozó könyvről, a Kampány Sztoriról beszélgetünk, itt van velünk a szerző Schuster Henrik. Beszéltünk a Lánchíddal kapcsolatos tervekről, amit itt éppen itt az előtt felmerült. Vagy engem nagyon érdekel, hogy milyen műfajú könyvet olvasok végig a Kampány Sztori elolvasásakor, hogy drámát látok el, kapok valamilyen katarzist a végén, milyen történeti ívet húz, hogy amikor leszerel a, nem tudom, 4% körüli eredménnyel ez a civil csapat, akkor milyen lelkiállapotban szélednek szét, mint a Ocean's Eleven-nek a végén a szökőkutat büszkén körbeálló srácok, akik azért megcsináltak valami lehetetlent, vagy egy kudarccal, és hogy találnak maguknak új feladatot, mert hogy én úgy tudom, hogy nagyon sokan kutyapártos aktivista üzemmódban vannak azóta, vagy éppen jelenleg, vagy legalábbis vasárnapig bezárólag. Egyáltalán mennyien maradtak meg ezen a területen? Most sok mindent kérdeztünk. Igen. Lánchíd, kutyapárt, a könyv vége, és az általában az a lelkiállapot, amivel járt a 2019-es ország, vagy főpolgármester választásnak a vége számukra. Szóval a COVID-járvány első hulláma az, ami végleg eldöntötte előttem, hogy érdemes lenne leülni, mert úgy sincs más dolgom, és megírni azt, mindazt, amit láttam, mert rájöttem, hogy bár bárki más is oda jöhetett volna, és átélhette volna ezeket, hiszen ez egy civil kampány, de mégis nagyon, tehát az a 100-120 ember, aki ott volt, azon kívül nem igazán tudom, hogy bárki más hogyan is képzelne el egy ilyen kampányt. Úgyhogy leültem, megírtam, le is tettem a tollat 2 évvel ezelőtt, és nem is írtam arról, hogy azután mi következett. Így lesz szép íve annak a könyvnek, ha már a katarzist hiányolná valaki esetleg, akkor szerencsére megvan benne, bár nyilván a mostani választási eredmény sem azt igazolja, hogy bármiféle katarzisra lenne lehetőségünk egy ilyen sztori végén. Az biztos, hogy igyekeztem nem csak az én, hát nem feltétlenül legizgalmasabb személyemet előre tolni a könyvben, hanem egyszerre fogalmaztam meg azt, amit én személyesen láttam ott, hogy hogyan is épült fel ez a kampány, illetve háttérinformációkkal ellátni a kedves olvasóközönséget arról, hogy milyen machinációk is zajlottak, ki kinek a hátát akarta
vagy a hátába akarta beledöfni a kést, természetesen nem közülünk, hanem abban a kampányban ez elég gyakran előfordult. Ezt mondjuk tekintsük, most próbálj meg kiszállni a testedből és az emlékeidből, és hogy tekintsük ezeket tényszerűnek, vagy némelyik inkább egy történet, amit egymás között meséltetek, vagy feltételeztetek, de sosem derült ki, hogy tehát, hogy milyen főgonosz víziók mentek, nem tudom, hogy kell alkalmazni a soroszorzást a Sétáló Budapestnek a tímjére, de nyilván ott is felmerülhetnek ilyen elméletek, amik nem igazolódnak, csak a szelek mégsem úgy fújnak, ahogy... Hát persze, nyilván nehéz eldönteni elsőre, hogy hol kezdődik a fikció és hol a valóság, én ezt aláírom, de... igyekeztem tényszerűen fogalmazni. És nyilván, amikor a Sósavas bácsi kést ránt ránk, az nem egy igazolható cselekmény, de hát mégis megtörtént, nekem lehet hinni. Ő a Sósavas bácsi? Nem, jaj, Isten ments, hogy arra a bizonyos Sósavas bácsira gondoljak, egy Sósavas bácsi a sok közül, aha, mert elég gyakran előfordult, hogy találkoztunk ezzel a típus figurával. Hogyha konkrét esetekről volt szó, akkor is igyekeztem a hát viszonylag tipikus karaktereket megjelentetni, akik valóban azt cselekedték velünk, amit elég hát gátlástalan módon támadtak le, például pultozás közben minket mindenféle figurák. És, erről mesélj már egy kicsit, légy szíves, mondjuk, és Sósavas bácsinál egy kicsit, de nem olyan, hogy konkrét, milyen atrocitás az, amiről most igyekeztem másoknak is a tapasztalatait beleírni, főleg Ablaha Lujza térnek az aluljárója volt egy kellemes helyszín, ott nem egyszer fordult elő, hogy hát megbutogatták a bökőjüket bizonyos úri emberek, ami a nadrág zsebükben lapult. És mire föl? Mi volt hozzá nem szöveg? Nem tudták, hogy ki az a Puzsér, nem tudták, mi az a Sétáló Budapest, annyit hallottak, hogy az autóknak, vagy az autósoknak nehezebb lesz az élete ezután. Uh-huh. De ez egy kivételes eset, ha ezt még megvárta, ezt a magyarázatot, hogy mit is akarunk itt, hogy tényleg az autósoknak akarunk egy... tehát nehézségeket okozni, de a rosszabb eset az, amikor csak az képünk nem tetszett. Az ennek van egy hangulata, nem, hogy egy aluljáróban kap valaki dürohamot amiatt, hogy az autósoknak rosszabb az élete, véletlenül nem autóval közlekedik. Igen. Hogy egyébként az érdekes kocsiban. A kampányban az volt, hogy két párhuzamos gyűlölet kampány zajlott a Puzsér meg a Sétáló Budapest ellen. Az egyik ugye Habony Árpád szervezésében, a másik meg a végtelenül demokratikus európai baloldal szervezésében, és hát én is, mint aki megéltem, mert én is aktivistája voltam ennek a kampánynak, hát az az igazság, hogy nagyon nagy különbséget én nem láttam. Tehát azt láttam, hogy mind a két tábor elképesztő anyagi fölényben van, elképesztő kommunikációs fölényben van velünk szembe. Egyik fél se vállalta a nyilvános vitát, egyik fél se akart semmifajta demokratikus diskurzust velünk, hiszen mi kicsik vagyunk, miért is beszélnének velünk, és mindent bevetettek, ami a csövön kifért, hogy Puzsér az több százmillió forintot kapott magától, Rogán Antaltól, ez állítólag targetált Facebook hirdetésekbe ment, tehát... Mérős nem. Nekem nem számolt be róla, de végül is simán kaphatott. Tehát, hogy az a helyzet, hogy milyen személyes vagy, hogy tudod, ez poénnak jó ugye a barátoddal szemben, de miközben meggyőződésből tudod azt mondani, hogy a Habony Média az Habony megrendelésre járatta le a Puzsérnak a kampányát, addig így hát nyitva hagyom a lehetőséget, hogy nem civil pénzben. Tudod, szerintem ez talán a legundorítóbb dolog, amivel a Robit valaha megvádolták. Én annak, hogy civil pénzben, tehát hogy az egész Sétáló kampány, azt hiszem, hogy 7 millió forintot gyűjtött össze kizárólag mikroadományokból, és kizárólag ebből a 7 millió forintból kampányolt. Én azt tudom, hogy a Robinak mondjuk nagyobb nem lett a vagyona, én erről tudok beszámolni, tehát amit én látok az alapján, se máshogy nem él, mint a kampány előtt, se több vagyona nincsen.
a minket támadó két oldalnak se a módszerei, se az erkölcsei semmi fajta különbséget nem mutattak. Ez volt egy érdekes tapasztalás, és azt hiszem egyébként, hogy különösen most ezután a kampány után, amikor mindenki arra mutogat, hogy milyen elképesztő a Fidesznek a gátlástalansága, azért csak halkan megkérdezem, hogy amikor ők voltak ilyen erőfölényben, akár velünk szemben, akár a 2000-es években, akár a 90-es években, vajon ez a politikai oldal külön volt? Tehát, hogy látni kell egyébként, hogy a magyar politikának nem a Fidesz a kizárólagos problémája, hanem az, hogy olyan messze van az európai standardektől és kultúrától minden szereplője és minden szereplőjének a viselkedése. Ugye csak a legutóbbi eset, a Robi kap 4,5%-ot, és ő azt mondja, hogy rendben van, nem kérnek a programomból, hátralépek. És azt gondolom, hogy ez egy európai magatartás. Ez történt, oké, hátralépett. Most történelmi vereséget szenved a baloldal, és van egyetlen pártelnök is, aki azt mondaná, hogy... Egyelőre nem hallottunk lemondásokat. Arról nem hallottunk. És pedig, hogyha ez Európába történne, garantálom, hogy mindegyik pártelnök, vagy nagy valószínűséggel garantálom, hogy mindegyik pártelnök lemondott volna. Nagyobb pártok esetén igen, az vitatható, hogy a Robitól például tényleg ez volt-e a megfelelő lépés, mert új politikai erőként fellépni, az egészen biztos, hogy azzal jár, hogy egy hosszú építkezésnek kell történnie. Tehát először jön az első periódus, amikor a köztudatba beépül, amikor ismerteti a programját és így tovább, és akkor akár borítékolható is, hogy nagyon alacsony százalékot fog elérni, és ott van egy döntés is. Hát elsőre a 4,5% valójában egy kiemelkedően jó eredmény, és ennyi pénzből meg különösen kiemelkedően jó eredmény. Hát ha most, de azért gondold el, hogy mondjuk a mostani választási eredmény, vagy a versenyzők közül te kivel szeretnéd összevetni? Mert ez a sokszorosa annak, amit a nép, vagy a gattyánféle mozgalom éppen elért. Uh-huh. De hogy annak a kontrasztjában éreznéd jól a vizsgálatot, vagy inkább a hatpárti összefogásnak a kontrasztjában éreznéd jól a vizsgálatot? Kikkel szeretnél egy matekfüzet oldalon szerepelni? De szerintem mindkét matekfüzetben érdemes összevetni. Tehát, hogy azért a gattyán, meg a nép, vagy mi a gödényféle társaság, azért ők azért több száz millió forint állami támogatást elégettek. Tehát az önkormányzati választáson nincs állami támogatás, nekik volt. Tehát, hogy azok a kampányok, amiket láttunk, vagy nem láttunk, nyilván egyébként most a gödény az valószínűleg ezekre a kampánypénzekre hozta létre az egészet, de a gattyánnak azért láttunk hirdetései, stb. Azért sok száz millió forint el lett égetve. Én nem hittem a gattyán csávóban, de ahogy láttam beszélni, hogy ő tényleg akart valamit csinálni, úgy tűnik, hogy aztán van-e, mert ez mindenkinek kijár, ez a sötét gondolat, akart hogy van-e mögötte egy deal. Nem, komolyan beszélt, amikor beszélt a sajátjai körében. Tehát nem azt láttam, hogy akkor kötelező köröket csináljuk meg, mert mondjuk ezt megígértem azért cserébe, hogy többször nem küldik rá a navot a vagyonomra. Nem tudom, nekem nagyon furcsa volt az, ennyire utolsó pillanatban. Nekem egyre jobb benyomásom lett róla. Blahában kitűve az a hatalmas, óriás plakát, amin a motto az, hogy komolyan gondoljuk, és az első gondolatom az volt, hogy mit gondoltak komolyan? Bocsánat, csak én még befejezném, hogy létezik a fociba, kétfajta tabella van. Van a tabella, hogy ki hány pontot szerzett, és ránézünk mondjuk a spanyol bajnokságra, első a Real Madrid, mit tudom én, 88 pontot szerzett 1 milliárd 200 milliós költségvetésből, és mondjuk a 13. az Eibar, aki meg 25 pontot szerzett, mit tudom, 200 millió eurós költségvetésből, és ezért szoktak csinálni egy másik táblázatot, ahol a csapatok teljesítményét úgy rangsorolják, hogy a költségvetéshez képest, tehát, hogy hány millió euróba került egy-egy pont. És ott már mindjárt... Ez egy hatékonysági mutató. Ez egy hatékonysági mutató, és ezt a hatékonysági mutatót a Robi és a Robi kampány, amit egyébként folyamatosan lesajnálnak. Tehát, hogy jaj, nem nyert, vesztett, ez is annyira ilyen jellemző, ilyen közép-európai dolog, hogy itt egy dologgal lehet veretni, hogyha nyertél. Hogyha már második vagy harmadik vagy, akkor szégyeljed magad, hát valaki volt, aki jobb nálad. És ő mindenfajta hatékonysági mutatót bárkivel szemben, tehát akár odarakjuk a gattyán, akár odarakjuk a karácsony kampány, akár a tarlós kampány mellé, mindenkinél
sokszorosan jobb. Most én ezt nem állítom persze, hogyha sokkal több pénze lenne, akkor továbbra is maradna ez a hatékonysági mutató, de abban biztos vagyok egyébként, hogyha a Puzsér egy komoly költségvetési támogatással tudna elindulni, vagy tudott volna elindulni, akkor ennél is lényegesen jobb eredményt ért volna el. Persze, persze ez igaz, de nehéz nem egyetérteni azzal, amit az Ági mondott korábban, hogy nem lehet ezt a mozgalmi, strukturális felépítői munkát megspórolni. Márpedig sajnos azzal, hogy Robi nyilván habitusából adódóan is nem volt a legalkalmasabb arra, hogy egy ilyen mozgalmat felépítsen, katonás rendbe szervezzen és működtessen éveken át, de az biztos, hogy azzal, hogy rögtön visszalépett, ahogy ő mondta, a kulturális térbe, az nem egészen pozitív kihatással volt ennek a mozgalomnak a jövőjének a szempontjából. Ezt most már eléggé nyilvánvalóan ki lehet jelenteni. Akkor még nem biztos, hogy ez így tűnt. Azt gondoltuk, hogy elég, ha az ő szellemi átországa, hogyha mögöttünk áll, akkor ez fennmaradhat a lelkesedés éveken át, még akár a következő választásig, de úgy tűnik, hogy ez csalfa remény volt. Pont téged szerettelek volna megszólítani, hogy hát itt össz mellettünk, akkor engem tökre érdekelne, hogy egyrészt te hogy kerültél ebbe az egészbe bele, és most, amit mondtál, hogy az utóélet, az gondolom tartottak a rezgések még egy darabig, van egy lecsengése, de mi történt ezzel a csapattal? Minden azt, hogy 2020, mit tudom én, tavaszáig tart, ahogy a Henrik a könyvben megírta, azt mondod, hogy a Covid első hulláma, és ugye maga a kampány az pedig gondolom 2019 őszig tartott, mert októberben vagy novemberben volt a választás. Ott már látszódott, hogy ez most szétverődik ez a csapat, vagy hogy éli meg az ősz és a tavasz között ezt az időszakot. És te hogy kerültél bele? Hát igen, szerintem elsősorban ezért fontos az, hogy bocsánat, hogy így fogalmazok, de ezért fontos az, hogy én írtam meg, és azért, mert úgy gondolom, hogy én egy eléggé tipikus figurája vagyok, vagy egy tipikus íve vagyok annak, hogy ki hogyan lett ennek a csapatnak a része. Elsősorban egy főleg jobboldali, polgári, középosztálybeli háttérből származom, akiket a 18-as választás és annak az eredménye, vagy eredménytelensége az sokáig kísértett. És azzal, amit ott láttunk, egy vákumba kerültünk. Elég nagy százalékban, főleg a fiataloknál, a 20-25 éves korosztály tudom így említeni. Nem csak a baráti körömben láttam ezt, hanem a kampány közben egy tapasztalatom is ez volt. És pillanatok alatt beszippantott minket egy olyan ügy, ami ideológia mentesnek mutatkozott, könnyen befogadható volt, és olyan megfogalmazásai voltak, amikkel eléggé könnyű egyetérteni, és könnyű azt hát komolyan is gondolni és képviselni. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy ez a jobboldali háttér, ez kellett hozzá. És az is elég gyakori jelenség volt a csapatban, hogy jobb-közép háttérrel rendelkező fiatalok jelentek meg elsősorban kezdetben a környéken. És aktivistaként hogyan képzeljük el? Vagy én nem biztos, hogy jó a képzelem, úgyhogy érdekelne a mindennapokat. Tehát, hogy mi történt aktivistaként egy napod alatt? Hát az én már csak kijelölt... az aktivista státusszal kapcsolatos dolgokra az én kijelölt helyem, mivel az egyetemem is ott van, ezért ez Újbuda volt elsősorban, és azt az környéket elég ismerem, és ezért meg is bíztak azzal, hogy elsősorban térképezzem fel, hogy mik is a helyieknek a problémái, a látható problémák, illetve az is, hogy az emberek ott mit gondolnak személyesen. Úgyhogy egyrészt kérdezgettük őket, másrészt azokkal az aktivistákkal, akik olyan kötődésűek, újbudai kötődésűek, azokkal így kvázi felszántottuk azt a kerületet, lefotóztunk minden nyilvánvaló problémás helyzetet, és próbáltunk azokra megoldási javaslatokkal élni. Tudom én, hát elég egy illegális szemétlerakónak a kérdéséről már egy másfél oldalnyi brossúrát már meg lehet fogalmazni. Úgyhogy ez így kezdődött. Ez egy napi, akár egy-két-három órás tevékenység is lehetett, még bőven fél évvel a választás előtt is. Úgyhogy ez tökéletesen alkalmas volt arra, hogy mozgásban tartson minket és lelkesedésben.
És mi történt akkor, amikor szembesültetek az eredménnyel? Ugye az Oszi is erre kérdezett rá, hogy akkor ott az, hogy képzeljük el, hogy ott az egy milyen lelki állapot, mit éreztetek, és most nem bulvár jelleggel kérdezem, hanem valóban, tehát mi játszódik le? Amikor édesanyát szemében néztek. Én hozzácsapnám a saját kérdésemet, hogy lehet-e ezzel a könyvvel bármennyire is könnyebben feldolgozni a mostani választás utáni lelki állapotot, vagy identitásválságot? Lehet-e vajon egy párhuzam abban, amit ennek a munkának a végeztével éreztek, akár pozitívan, éppen akár negatívan az aktivistái? Hát igyekeztem a pozitív hangnemet végig fenntartani, mert szerintem jogosan úgy érezhettük egészen a választás napjáig, hogy eredményes és értelmes az, amit csinálunk, hiszen már az a hatás, amit kiváltottunk a két nem túl barátságos politikai oldalban, az a hatás, az azt mutatta nekünk, hogy létezünk és jelen vagyunk, és az emberek érdeklődnek az iránt, amit mi csinálunk. Úgyhogy hogyha valaki ezt elolvassa, akkor van lehetősége arra, hogy végig gondolja, hogy milyen cselekvési lehetőségei vannak azoknak a civileknek, akik úgy érzik, hogy most ismét cserben hagyták őket az ellenzéki pártok, és azoknak a teljes kiüresedettségével szembesül. Észreveheti, hogy ezen túl is van közélet, és ezen túl is vannak gondolatok, amiket a nyilvánosság elé lehet tárni. Ugye a Campaign Story című könyvről beszélgetünk Schuster Henrikkel, én nagyjából az utolsó kérdésemet engedném el most. Azt mondtad az előbb, hogy nem ritka a jobb-közép háttér abban a társaságban, akikből összeverőd. Ez, hogy közép, ez a szó, amin lovagolunk ebben a műsorban is, némi csalódottsággal érzed azt, hogy ez egy átalakult, nem is tudom, új értelmet kell rávarni lassan? Hát ha a középnek azt vesszük alapul, vagy azt a definícióját vesszük, hogy mi az, ami a legtöbb embert megmozgatja, akkor valóban, mert mi nem ezt tekintettük centrumnak, vagy középnek, nem ezt az elgondolást, hanem egy mérsékelt irányzatot, ami igyekszik az identitáspolitikát magától távol tartani, és egy gyakorlatias szempontú politikát képzelt el magának, mint végső célt. De nem elvek nélküli. Tehát, hogy itt a lényege szerintem a centrumnak az, hogy a centrum az nem elvtelenséget jelent ebben az értelemben, hanem annak a tudását, hogy bal oldalon is, jobb oldalon is, vagy a liberális oldalon is vannak értékek, és ezek az értékek, ezek együtt fontosak, és együtt működnek egy társadalomba, és hogyha valamelyiknek a kizárólagosságára törekszünk, és megsértjük a többi értéket, mindannyian sérülünk. Tehát valami ilyesmi van a centrum gondolat mögött, és nyilván ezzel szemben áll az egymást elpusztítani, az egymás értékeit minden módon, akár történelmi traumáit, akár fontos elvi szempontjait tagadó mentalitás, az nyilván nem a miénk. Lehetséges, hogy kissé önellentmondásosnak tűnhet, hogy a centrum, ami egy kissé megfoghatatlan fogalom, egy olyan erős karakter tudott kitermelni, mint amilyen a Puzsér. Én megértem, mi is szembesültünk ezzel, és készítettünk is a csapaton belül egy kérdőívet, ami elég reprezentatív lett, mert kb. A 90%-unk kitöltötte azra vonatkozóan, hogy ki miért csatlakozott ez a csapathoz. És engem meglepett az eredmény, hogy jóval több, mint a csapat fele, az egyáltalán nem a Puzsér miatt, sőt, bizonyos esetekben éppen ő ellenére csatlakozott ehhez a társulathoz, és egyszerűen csak a civil cselekvés gondolata vonzotta ide őket. Ez engem megnyugtatott, megmondom őszintén, mert nagyon féltem attól már a kezdetektől fogva, hogy ez a Puzsér karakter, ez milyen mentalitást fog kiváltani az emberekből, akik körülveszik, hát nyilvánvalóan a média persona következménye az, hogy a rajongói is megpróbálták kihasználni ezt a mozgalmat, vagy arra használni, hogy a közelébe kerülhessenek az ismert embernek, a nagymesternek, és éreztem ebben persze én is veszélyt, de talán a könyvnek az egyik legjobb üzenete lehet ez, hogy a látszat
a látszat csal, és nem feltétlenül Puzsér volt az, aki összeterelte ezt a csapatot. Én ezt továbbra is, és tudom, hogy már az idő vége felé járunk, úgyhogy részemre az utolsó kérdés mindig az, hogy mi lett veletek azóta. Hát ez a centrum jött, látott, és több szilánkra robbant, de azok az emberek, akik akkor azt képviselték, ami ennek a Sétáló Budapest programnak az összefoglalójában szerepelt, azok továbbra is ugyanazt képviselik, és nem adták ezt föl, ezt a harcukat, csak különböző szervezetekben nagyon nagy részt. És én továbbra, és azt se tartom kizártnak, hogy egyszer, akár a következő önkormányzati választás idején újra ugyanezek az emberek, ugyanezzel a programmal fognak összeállni, hiszen nem igazán sok minden valósult meg azóta se abból, amit mi elterveztünk. Úgyhogy ez most persze gondolhatunk a kétfarkú kutyapártra is, mint arra közegre, ahol sok ember közülünk megtalálta a helyét, de én még nem adnám fel a reményt arra, hogy egyszer még visszatérhetünk. Amikor azt mondod, hogy érdekes, hogy a centrista állásponthoz pont a Puzsért kerül elő, mint azt képviselő, ugye azért, hogy ez két külön dolog, hogy egy szélsőséges eszme, vagy egy szélsőséges kifejezésmód az, amit látsz. És hogy a Robi nyilván a tudod, beszédében szélsőséges, hangos, vehemens, szenvedélyes, de ezek mind szélsőségek ahhoz képest, ha mondjuk bemész a Kárpátia étteremben, és akarsz csendesen elfogyasztani egy tejfölös uborka salátát, tehát valami pörköltem, és a Robi ül a szomszéd asztalnál, akkor azért nem leszel ilyen udvarias, hogy hát lehet a vehemens elég jól leírja minden esetre, nem akkor fogsz életedben először 4 órán keresztül maradni, mert baromi kellemetlen társaság lehet. De hát ez szerintem ez utazik a Robival 15-17 éve az, hogy ő a szélső közép, nem? Hogy abban radikális, hogy nem az. Igen, de én egyébként ezt egy ilyen sokkal mélyebb kulturális problémának látom, hogy az emberek stílus jegyekkel azonosítanak gondolati tartalmat. Tehát, hogy aki kedvesen, szépen öltözve mond embertelenséget, hát az végül is elfogadható, hiszen olyan jó stílusban tolta. Aki meg adott esetben vehemensen, felháborodva, fröcsögve véd alapértékeket, emberi minimumokat, mint a Robi sokszor, az meg menjen a francba, mert hát sérti az én safe space-emet, sérti az én ízlésemet az, ahogy ő beszél, és nem vagyok hajlandó foglalkozni azzal, amit mond. Köszönjük szépen, Schuster Henrik volt a vendégünk, és a Campaign Story című könyv. Azt hiszem, hogy a Sétáló Budapest kampányának vannak pár huzamai a most történtekkel, ezért beszélgettünk róla, nézzetek rá, ha úgy gondoljátok. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en. Egy 2019-es cikkkel folytatnánk azzal kapcsolatban, hogy elkaphatunk-e gyerekeket, vagy nem. Hogy igen, mondjam, ismerik-e köszönjük a figyelmet. Igen, köszönjük, hogy ma is velünk voltatok. A cikk címe így hangzik, svéd pszichiáter 2. A gyereknek ismernie kell a határokat, tudnia kell, hogy mi az elutasítás és az ellenállás. Annyit mondj meg, Tasnádi, hogy ezt te találtad, mert most épp a filantropikum.com-on járunk. Igen, én találtam. Imádlak. Ha van olyan lelkes hallgatónk, aki mindhárom ércelődésemet megélte az előző két női magazin kapcsán is, akkor kezdjen el írni egy Tasnádi domain névlistát, ahol az András járni szokott. Széles érdeklődési körrel rendelkezik. Szóval igen. Arról van szó, hogy DVD... De ez fura? De én tényleg nem értem. Nem. Szerintem nekem fáj, hogy színesebben tájékozott. Egyébként abban a szempontból fura, hogy az emberek... 3 évvel ezelőtti cikkek között. Az emberek többsége szerintem rutinból ugyanazt a 2-3 oldalt nyitja meg. Tehát ebben az értelemben fura. A Facebook fura. Visz ezekre, tehát, hogy én... Aha! Tehát az algoritmus... Aha!
definiál engem úgy, hogy így ez a csávó, hogy téged a női oldalt. De akkor te buborék szobrászattal foglalkozol, tehát hogy legyenek olyan, de jöjjenek szembe olyan cikkek, amelyekre magadtól nem találnál rá, ezért befogadsz, és különösen nevelsz olyan barátokat, néha direkt rámész az ő feedjükre, nem, hogy nem. Gyakrabban lásd, akikkel egyébként nem, és sejtelmem nem sincsen, osztozol hogy ezek, szellemileg. Én annyira, én nem is értek hozzá, tehát sejtelmem sincsen, hogy miért jönnek ezek szembe velem. Ők sem tudják, ne aggódj. Szóval na, és mit állít a cikk? David Eberhard svéd pszichiáter szerint a mai gyereknevelés túlságosan liberális, hiányzik a szigorúság, a szülők pedig egy olyan társadalom túszává válnak, ahol a gyerekek vannak a középpontban. Azt mondja, hogy ha egy gyereknek azt mondod, hogy nem, még nem egyenlő azzal, mintha megütnéd. A gyerek kell ismerje a korlátait, tudnia kell, hogy mi az, hogy elutasítás és ellenállás. A szülői engedékenység egy olyan társadalmat hozott létre, amelyből hiányzik az empátia, a figyelmesség és mások tisztelete. Céltalan, követelező, mindent magának akaró, de jólétért tenni képtelen felnőttek lesznek majd ezekből a gyerekekből, stb. Stb. Tehát itt az állítás tulajdonképpen megnevezi 3 évvel ezelőtt ezt, amit lehet, hogy megneveztek 20-40-60 évvel ezelőtt is egy bizonyos generációból az új generációra és az általuk nevelt gyerekekre, hogy vajon milyen jövőképe van annak a viselkedés kultúrának, amit az eredménye, hogy én hagyom, hogy a gyerek ki fejlődjön, hogy kifejezze az ő akaratát, és akkor egy idő után az az eredmény, hogy ugye a gyerek nem találkozik csalódással, nem találkozik azzal a, mondjuk egy karakteres nemmel, mert... De most két külön dologról van szó, te most azt mondod... Úgy érzed, a gyereknek a szigorúan tartása az már egyet jelent azzal, hogy te bántalmazod, ezért így felszabadul. De most az előbb azt mondtad, hogy hagyod, hogy a gyerek kifejlődjön. Attól, hogy mondasz neki nemet, attól még a gyerek ki tud fejlődni. A probléma az itt nem az, hogy hagyod el, vagy hogy nem hagyod, hogy kifejlődjön a gyerek, vagy hogy mennyire engeded, hanem hogy tényleg azt lehet látni, és most tudom, hogy megint meg fogjuk kapni, hogy olyanok beszélgetnek itt, akiknek nincsen gyereke, ami egyébként nem is mindannyiunkra igaz, de most magamat elgáncsoltam a mondat közben. Igen, tehát, hogy a gyerek a főnök. Egy csomó ilyen családot lehet látni, hogyha az ember közlekedik a városban, nyitott szemmel jár, akkor valóban már egy jó pár éve ez egy tendencia, hogy a gyereknek mindent szabad, a gyereknek bármit szabad. Vannak olyan tézisek, amelyek szerint a szülők jelentős része így próbálja kompenzálni például az időhiányát, meg az elfoglaltságai miatti kevés figyelmet, amit a gyerekre tud fordítani. Biztos van egy ilyen háttere is, de én mélyen egyetértek azzal, hogy kell kereteket szabni, és ez nem egyenlő azzal, hogy terrorban van tartva a gyerek, és ez a gyerek szempontjából is hasznos, pont azért, mint amit a cikk is írt, mert később, előbb-utóbb úgy is szembesülni fog azzal, hogy vannak szabályok, hogy vannak keretek, amik között mozoghat. Valószínűleg sokkal nehezebben fog tudni boldogulni 18-20 éves korában, mikor ezzel szembesül, és akkor kell megtanulni azt, hogy hogyan reagáljon rá, mint hogyha ezt menet közben már megtanítják neki. Szerintem ez is a tanítási folyamatnak a része. Van egy számomra nagyon kedves film, a Holt Körtök Társasága, aminek röviden annyi a története, hogy van egy a nagyon szigorú régi szabályok szerint működő fiú iskola, valahol Angliában, bentlakásos iskola, ahol megjelenik egy nagyon liberális tanár, és egy ilyen, és egészen máshogy nyúl a gyerekekhez, mint addig bárki. És ennek egyrészt van egy ilyen általában ezt szokták érdekes módon, hogy amikor az én generációm nézte ezt a filmet, inkább ezt látta benne, hogy van egy ilyen nagyon nagy felszabadító ereje ennek, hogy kiderül, hogy ezekben a gyerekekben óriási tehetség, óriási kreativitás, óriási ambíciók vannak, és végre, amikor valaki partnert lát bennük, meg motiválja, inspirálja őket, ez szárba szökik, és nagy eredményeket produkál, míg másrészt, és ezt érdekes módon mondom, az én generációm nem látta, ez a felszabadulás, ez egyébként tragédiákhoz is vezet. Tehát, hogy
azzal a szabadsággal nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni, és aztán egy fiú azt hiszem öngyilkos lesz, vagy valami ilyesmi történik. És a végén van egy nagyon szép jelenet, amikor a Robin Williams, aki ugye a főszerepet játsza, kirúgják az iskolából emiatt a tragédia miatt, és van egy latin tanár, aki szimpatizált vele, és a latin tanár már a latin oktatást kicsit a Robin Williamsnek a módszerei szerint már kinn a kertben tartja, katonás sorrendben mennek a gyerekek, de már a kertben is, ami egy forradalom. És azt gondolom, hogy ez a film ez annyira szépen megvilágítja egyrészről azt, hogy az új gondolat az mennyire inspiráló lehet, és egyben azt, hogy mennyire veszélyes lehet. Tehát én azt gondolom, hogy a mi társadalmunk az tényleg egy olyan szituációban van például gyereknevelés szempontjából, amikor megtörtént, megérkezett a Robin Williams, nagyon felszabadító, és végre ki lett mondva, hogy azért a gyereket nem ütjük, verjük, végre ki lett mondva, hogy tiszteletet kell tanúsítani felé, ember számba kell venni, tehát hogy olyan alapvető igazságok, amiket az elmúlt 1000 évben senki se gondolt így. Másrésztről ennek van egy túlhajtása, van egy veszélye. Bizonyos emberek egész egyszerűen a szabadsággal nem tudnak, és nem tudnak úgy élni, mint mások. Bizonyos embereknek kellenek attól függően milyen személyiség, stb. Vannak, akiknek a keményebb szabályok kellenek. Van, aki nyilván van olyan ember, aki bohém művészként tud kiteljesedni, és van olyan, aki meg határőrként vagy rendőrként. És egész egyszerűen ezek más személyiségek. És ma ez a modern liberális gyermeknevelés is úgy csinál, mintha egyfajta ember lenne, ami egyfajta megközelítést igényel. Miközben szerintem jó az alapvető megközelítésük, egész egyszerűen ilyen egészen abszurd példákat látok saját ismertség körben. Nyáron voltunk Balatonon, azt hiszem 3 és 4 éves gyerekei voltak a barátomnak, és rendeltünk van pizzériába, és kérdezte tőle, hogy milyen pizzát kérsz Gézuka, hogy makaró, mit tudom én, bolonyai. Gombásat, Hawaii pizzát, vagy nem tudom én, és ott ült Gézuka, aki szerintem azt se értette, hogy mi a kérdés, de gondolkodott, és így élvezte Gézuka, hogy ő dönthet, és nem tudom, ezt aztán megváltoztatta, hogy nem, akkor inkább mégis azt, és így kiszolgálták. Tehát, hogy ott volt egy gyerek, akit arra kondicionálnak, hogy ő akkor is dönthet, amikor, és akkor is döntenie kell, és akkor is az ő szava a szent, amikor azt se tudja még, hogy miről van szó. Mert nem tudja, hogy mi az a Hawaii pizza, meg nem tudja, hogy mi az a, mit tudom én se tudtam, hogy a Piedone pizza mit akar. Lehet, hogy ebből kevésbé alakul ki az az ember, aki még 40 évesen sem tudja eldönteni, tudod, hogy rizsa, vagy krumpli az, amit szeretne fogyasztani. Vagy ő lesz az, aki azt mondja, hogy már pedig azt akarja fogyasztani, ami nincs is rajta az étlapon, és kikéri magának, hogy ezt nem fogyaszthatja. Nem gondoltam volna, hogy... Károg itt a cikk, bocsánat, hogy azt mondja, hogy a neveletlen és kibírhatatlan gyerekek korában élünk, ha pedig valaki megpróbálja kritizálni a kis banditák viselkedését, akkor a szülők rendkívül frusztráltak lesznek. Régen egy felnőtt társadalomban éltünk, manapság viszont a gyerekek irányítják a frusztrált felnőttek minden percét. Nem, szerintem 25 éve is volt példa olyan gyerekre, akinek a viselkedését nem kontrollálták túl, mert akár sajnálták, és ma is van, és nem gondolom, hogy ennek az aránya megfordult volna, vagy ez egy abszolút megfordult. 10-ből 8 gyereket érintene. Szerintem abszolút szerintem csak megfordult. Megöregedett az, aki a cikket írta, nem. És most már őt jobban zavarják a fiatalok, mint nem az idősek. Nem gondolom, hogy ebben igazad lenne, szerintem igenis szemmel láthatóan van egy ilyen tendencia, és nem szeretném, távol álljon tőlem, hogy azt a fajta szigort képviseljen, mint amit mondjuk mi kaptunk bizonyos helyzetekben a mi generációnk, és az is távol álljon tőlem, hogy a szabadságukat meg a szárnyaikat szeressem megnyírbálni, mert ez abszolút nem így van, hanem nagyon is támogatom azt, hogy kapjon fejlődési lehetőséget, egyáltalán lehetőségeket, kibontakozási lehetőséget egy gyerek, de nem is értem, hogy te nem látod a változást. Tehát egészen apró jelenetekben is megmutatkozik, de ez nem egy annyira új keletű, ez már jó pár éve zajlik. Amikor
10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt elmentünk valahova, vagy elmentem valahova este 10-kor, 11-kor, esetleg éjfélkor, kint voltam az utcán, vagy bent ültem valamilyen étteremben, nem láttam gyereket. Most simán 11-kor, éjfélkor még róják az utcát 6-7-8 éves gyerekek a szüleikkel együtt, és látszik, hogy nem A-ból B-be mennek, hanem ők most nem tudom, egy ilyen esti sétát tartanak, vagy bulikázni mennek. Vagy nem láttam korábban azt a tendenciát, hogy valaki egy házi buliba, vagy úgynevezett felnőtt eseményre folyamatosan és rendszeresen elvigye magával a saját gyerekét. Ez sem. És ott maradjon vele éjfélig, 2-ig, 3-ig, amikor az a gyerek már fáradt, nyűgös, aludnia kéne, és minden bizonnyal nem is érzi jól magát. De ha hazaviszi, azt akkor sem fog is aludni, ellenben azzal, amikor 7:30-tól imádkozik este 11-ig, és az a 3,5 óra azzal megy el, hogy a gyereket addig győzködöd arról, hogy fáradt, míg el nem fárad. Szerintem Ági tök igazad van benne, szerintem ez egy más probléma. Ez az a probléma, hogy vannak szülők, akik egész egyszerűen nem akarják tudomásul venni, hogy a gyerekvállalás az alapvetően lemondással jár. Tehát, hogy egész egyszerűen azt az életmódot nem tudott csinálni, amit a gyerek előtt simán lehetett. Uh-huh. Tehát, hogy nincs bulizás, hanem én is simán látok 3-4-5 hónapos gyerekekkel, akik elindulnak. Ja, arról nem is beszélve. Elindulnak nyaralni. Miközben kevés dolgot tudunk egyébként a kicsi babáknak a pszichéjéről, meg működéséről, de azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon igénylik az állandóságot és a stabilitást. Tehát az, hogy repülőgépre pakoljuk őket, elvisszük, nem tudom én, Korfura nyaralni, ahol aztán ki tudja, hogy lehet, hogy 11-ig nem tudnak elaludni, mert folyamatosan penget valami görög amorózó a szomszédban. Hát, az vagy egész Tiesto, egyszerűen... mondjuk. Tessék? Vagy Tiesto. Penget. Hát tudod, hogy óriás bulik vannak. Ja, de egyszerre három. Ja. Tehát, hogy ez szerintem valójában már arról szól, hogy azok a gyerekek, akikről beszél ez a svéd pszichológus, felnőttek, és gyereket vállalnak. És egész egyszerűen nem tudják elfogadni, hogy a döntésüknek van egy olyan típusú következménye, hogy most nekik le kell mondaniuk arról, hogy a pizza szeletek között választhassanak, és hogy az ő komfort, hogy többé már nem az ő komfortjuk. Nem érzed, miközben ezt az álláspontot képviseled, hogy most egy picit az én is voltam katona, legyél te is, meg nem. Az én szüleim sem jártak bulizni, ők se járjanak. Figyelj, hát, én azt gondolom, hogy azért példát. Az is túlkapás, ami az általános elvárás, hogy ha te gyereket nevelsz, akkor nem elég 85%-ban beleáldozni magad, az 100 legyen. És ha van egy gyerekkompatibilis program, te oda sem menjél, akkor nem vagy jó szülő. De most mi olyan helyzetekről beszéltünk, ami nem kimondottan gyerekkompatibilis. Most szeretnék majd mindjárt átkanyarodni egy másik példára, de ha már itt tartunk, döbbenten nyugtáztam a Pántlika nevű szórakozó helyen, vagy nem tudom minek nevezzem, a Városligetben nyáron, hogy a szomszéd asztalnál ilyen fél egykor ott ült egy pár, és ő rájuk abszolút igaz, amit te mondtál most, Annás, ott ül egy pár, és egyszer csak látom, hogy fölkapja a babakocsiból egy gyereket a csaj, megszoptatja, éjjel fél egykor, az gyerek elvileg aludt. Egyébként előtte még beleszívott 2 a cigijébe a nő, és utána pedig legurított egy sört, tehát az is egy kicsit elgondolkodtató, hogy a gyerek az tulajdonképpen mit is eszik-iszik, így az anyatejjel mit pakol magába. De akkor hagyjuk ezt az ébrenlét kérdést. Másik példa, nem is egyszer fordult elő velem, hogy elmegyek egy társaságba, gyerekkompatibilis a program, ott van a gyerek, nem is nagyon pici, és egész egyszerűen nem hagyja a gyerek élni a felnőtteket, mert beszól, mert piszkálja, mert terrorizálja, mert a nyakálóg minden vendégnek, és a szülő nem szól rá. Tehát nem mondja azt, hogy hagyd már békén szegény Gabit, hanem mosolyogva nézi azt, hogy egyébként nem érzi senki jól magát szinte a társaságban, mert a gyerek átvette az irányítást, ő az úr, és bármilyen beszólást, bármilyen képvágást, nyávogást, vagy hisztériát, vagy akármit megenged magának. Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en.
Szóval a túlkapatott gyerekekről beszélgetünk. Én nem látom azt, hogy többségében ez történne. Látok rá példákat, ahol már a gyerek a főnök, de az az érzésem, hogy láttam én ilyet akkor is, amikor tinédzser voltam, meg fiatal felnőtt voltam, hogy 3-5-6 éves gyerekek gyakorlatilag átvették otthon az uralmat. Azt a trendet látom, amit azzal kapcsolatban mondasz, hogy egészen késő este az élet még zajlik. Tehát, hogy ilyen mediterrán jelleggel, csak ugye a siesta intézménye nélkül, késő este kint vagyunk az utcán. Emlékszem, hogy a 80-as években, vagy annak a végén, vagy a 90-es elején ilyen furcsán néztünk a szomszédainkra, akik egyébként, mit tudom én, 8-ig dolgoztak, nem 5-ig, meg nem 4-ig, meg nem 2-ig. És ők este 7 óra 58-kor jártak el vásárolni a két sarokra lévő helyre, ami akkor még nyitva volt, az összes többi ilyen bolt, az rég bezárt 5-kor, 6-kor, és úgy néztük, hogy de furcsa fazonok, és azóta meg hány éjjel-nappali szupermarket, meg mindenféle bolt van, ami ha más nem este 9-10-kor zár be, de egyébként simán ugye nagy Tesco-k azok meg simán reggelig nyitva vannak, és alkalmazkodtak ahhoz, vagy kinyitották azt a lehetőséget, hogy legalább munka után ne az a 60 percet maradjon, amíg még te is bevásárolhatsz. Nyilván ezzel persze létrehoztak egy réteget, aki tök más munkarendben dolgozik, vagy olyan műszakokat is vállal, amiben meg ő hiányzik a saját életéből, de hogy mintha a környezet támogatná azt, hogy te egyébként fent legyél. Én ezt amikor az állandóságról beszélnek, lehet, hogy ez egy ilyen babatudományos mondás, nem tudom, tehát hogy ha egyébként meg két különböző szülői lakásban van, vagy valakik a nyaraló és a lakás között ingáznak, vagy nem tudom, meddig nem illik elhagynod az egész ingatlant a gyerek társaságában, akkor hol lesz az illendő? Ha 3 éves lesz, akkor már ki lehet szakítani egy hétre az otthonából? Én abban nem látok problémát, hogy esetleg tovább van fönt a gyerek, feltéve, hogy egyébként ki tudja aludni magát, és nem reggel 6-kor vagy 7-kor kell kelnie, mert nyilván az nem segíti a fejlődését. Abban már látok gondot, hogy olyan helyeken kapnak impulzusokat, szerintem egyébként számukra túlságosan is sok ingert, ami nem nekik való még. Egy szórakozó hely, egy bár, egy buli, az nem való egy 3-4 éves, vagy egy vagy 2 éves gyereknek. Mondom ezt úgy, hogy nem vagyok gyerekpszichológus, de hát azért ezeket tudjuk, ezekről cikkek. Nekem nagyon konzervatív bemondásoknak tűnnek ezek most. Hogy van, egy normális... Hogy ezeket, ez így van, és nem, kész. Van egy fejlődési íve a gyereknek. Van egy, tehát megvan a maga korának megfelelő típusú inger, amit ő megfelelően, jól, építően tud hasznosítani. Nem véletlen az, hogy teljesen más jellegű mesék vagy rajzfilmek azok, amiket egy fél éves vagy egy éves gyerek néz vagy hallgat, és egészen más, mint egy 5 éves, mert másképpen tudja feldolgozni, másképpen fogadja ezt be. Nem konzervativizmus az, hogy tudjuk azt, tudomásul vesszük, hogy a gyerek idegrendszere az alvás közben fejlődik. Hogyha megvonjuk tőle az alvást, akkor annak nyilván lesznek negatív következményei. Tehát egész egyszerűen az a helyzet, hogy gyerek az végtelenül rugalmas lény. Tehát bármit meg lehet vele tenni, mert nyilván egy rész tényleg arra van tervezve, hogy alkalmazkodjon a körülötte lévő körülményekhez, és tényleg te szülőként az Isten vagy, aki szabályokat hozhat, úgy dönthet, ahogy akar, de azért ezeknek a szabályoknak akárhogy is következetesnek kell lenni. Tehát tudjuk, hogy nagyon sok mindent meg lehet csinálni a gyerekkel, de tudjuk azt, hogy következetesnek
embernek kell lenni. A következetességgel egyébként teljesen egyetértek. Már pedig az, hogy az egy szerintem elfogadható dolog, hogyha mondjuk az az életmód otthon, hogy mit tudom én, délen vagyunk Spanyolországban vagy Olaszországban, és este 11-kor fekszik le a család, mert siesta van, stb., és ő is 11-kor megy ágyba, fekszik le. Az viszont nem jó, hogyha a 7-5 napján ő bölcsibe meg óvodába reggel kell és este 8-kor, 9-kor, 10-kor lefekszik, majd hétvégén a szülőkkel bulizik, mit tudom én, hajnal egyik. Mert az egész egyszerűen tényleg nem tesz jót neki. És ezt tudjuk. És amikor te azt mondod, hogy milyen rossz duma, hogy nagyon emlékeztet arra, hogy a mi fiatalkorunkban katonák voltunk, meg nem tudom én ezzel kapcsolatban is azt mondom, hogy önmagában engem ez a duma nem háborít fel, bár ismerem a hozzátartozó archetipust, ami tényleg irritáló. Azért lássuk, hogy ő mivel kapcsolatban mondja ezt. Tehát elmondhatja akkor, amikor valakinek hosszú a frizurája, és ugye az én fiatal koromban ilyen nem volt, hogy nézel ki, te hippi, és akkor én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz fejember, vagy lehet az a nagyszülő, aki bemegy a WC-be, ami nincsen kitisztítva, és azt mondja, hogy ne haragudjál, kedves kis unokám, mi nekünk a hadseregben ilyen esetben a fogkefével kellett tisztára súrolnunk az illemhelyiséget. És akkor még lehet dönteni, hogy az a büntetés, hogy akkor te is a fogkefével fogod megcsinálni, ami talán nem ideális, vagy az, hogy léci, fogd meg azt a WC-kefét, és takarítsd ki magad után. Igen, tehát hogy így nem, tehát hogy mindig magát az ügyet kell nézni. Tehát nem az ember így hajlamos, hogy így minden konzervatív rossz fej, minden konzervatív jó fej, vagy minden liberális az szükségszerűen jó fej, hiszen liberális, és minden liberális szükségszerűen rossz fej, hiszen liberális, miközben ennél sokkal-sokkal árnyaltabb, meg bonyolultabb a világ, meg az ember, meg a liberalizmus, meg a konzervativizmus. Én úgy emlékszem vissza a gyerekkoromra, hogy voltak benne egészen terror jellegű tanári fellépések. Ezekről már valamelyik adásban beszélgettünk is, ami tényleg abszolút már ilyen abuzív jellegű tulajdonképpen, legalábbis a lelki vonatkozását tekintve, és indokolatlan szigor, és indokolatlan katonás fegyelem. De vannak olyan események, amikre úgy emlékszem vissza, hogy akkor ugyan túlságosan keménykedésnek tűnt, de tanultam belőle, vagy jót tett nekem. Tehát egy példa, én annak idején, bár a hangomból ez most furcsán hat, de az operás gyerekkorusában énekeltem. És állandóan egy ilyen sokat beszélő... De azóta felnőttél, nem semmi, nem csodálkozom ezen, hogy és, gyerekkorus. És nagyon sokat beszéltem már akkor is. Otthon próbálták ezeket kordában tartani, több-kevesebb sikerrel, de utólag úgy látom, hogy tényleg gyerekként olyan helyzetekben is csiviteltem, amikor nem lett volna szabad, vagy nem volt tildomos. És azt mondta az egyik fellépés után a kórusvezető, hogy nem jöttek a következő előadásra, mert ma nem lekéstem a színpadi belépőt, mert én még ott az ügyelőnénivel ott még ott csevegtem valamit, és hogy nem adtam meg a tiszteletet a helynek, meg az egész helyzetnek, és hogy ez a szöveg, hogy nem adtam meg a tiszteletet, ez hülyeség, ezt nem így kellett volna. De megtanultam belőle azt, hogy igen, vannak olyan helyzetek, amik megkövetelik, hogy másképpen viselkedjen az ember, vagy hogy ott vissza kell fogni azt, hogy én nekem éppen beszélhetnékem van. Most itt vagyok, és itt ki tudom például élni, vagy beszélhetnékem is tud lenni. Lehet, hogy ez nem a legjobb példa volt, nekem ez mégis összességében egy jó emlék, vagy építő emlék. Még egy, ami eszembe jutott, hogy ez mennyire nem új keletű dolog. Meglepően sokszor emlegetem, hogy voltam életemben 3 darab Pál Feri előadáson, soha nem gondoltam, hogy el fogok menni, azt még végképp nem, hogy abból ennyi mindent fogok tudni idézni. De aki már látta őt, vagy hallotta őt, ő tudja, hogy egy viszonylag liberális figura, és egyáltalán nem katonás és szankcionális, de pont arról beszélt az egyik blogban, hogy bizonyos keretek azért is fontosak a gyerekeknek, mert ő, mint pap, amellett, hogy mentálhigiénés szakember, rendszeresen látja azokat a gyerekeket, akik ugye a mise közben föl alá rohangálnak a templomban, és senki nem szól rájuk, és őt annyira nem zavarja, mert akkor is meg tudja tartani a misét, de
látja azoknak a gyerekeknek a szemében a tanástalanságot, ahogy ott futkorásznak föl alá, vagy odafutnak az oltárhoz, tehát, hogy valamiféle keretre szükségük lenne, csak nem kapják meg, és tulajdonképpen feszegetik is már szinte a határokat, talán pont azért részben, hogy mikor jön el az, ameddig el lehet menni, hogy mi az a szabályrendszer, amin belül nekik mozogniuk kell, és ez alapján, a gondolatmenet alapján azt is el tudom képzelni, hogy az összességében elbizonytalaníthat egy embert, hogyha nem tudja, hogy hol vannak a szabályrendszernek a határai, vagy hogy vannak-e. Tudod, ez alapműködés a gyerekeknek, hogy felfedezik ezeket a határokat, igen. És ugyan honnan tudnák, hogy hol vannak, ha egyrészt nem próbálják meg átlépni, másrészt nem szólnak rájuk. Én tökéletesen egyetértek itt a cikkben leírtakkal is, hogy ez előfordul. Én azt vitatom, hogy ez egy ilyen elszabadult népjelenség lenne. Plusz annyiban állok ki a lehet, hogy rossz eredményt hozó kicsit ilyen hipster nevelés mellett, hogy azért így elmennek, és a babakocsiban ott alszik a gyerek, de speciál még kint vannak a Városligetben, mert rajtam rendszeresen számon kérik, hogy na, lesz unoka, meg és én nem sok mindent tettem számon azért, kérik, hogy lesz-e unokád? Nem, de volt ilyen, meg azért a szüleimmel is én, amit tizen nem tudom hány éve megbeszéltem, hogy valószínűleg ők nem fognak unokát látni, és az elmúlt egy évben így felmerült megint a téma. És tudod, én nem kérek ebből az elvárásból, de ha megkapok ebből az elvárásból, akkor meg én is úgy képzelem el, hogy nekem az életemnek ott nincsen vége, ahol a gyereké elkezdődik. Most akkor vagy fogadjuk azt el, hogy én szeretem a saját életemet élni, és bizony nem mondok le róla, és akkor lehet önző vagyok, de ezért nem vállalok gyereket, és akkor ezt nyeljük már le, hogy nem akar, ezért nem akar, mert nem tudna úgy viselkedni, ahogy utána ebben a rádióműsorban kitárgyalják. Vagy akkor osszunk már lapot azoknak, akik megtartanak a saját életükből legalább 10%-ot annak ellenére, hogy a gyerek életét élik tovább onnantól. Mindenképpen jár egy gyerekvállalás lemondással. Egyértelmű. De biztos vagyok benne, hogy nem kell teljesen feladnia magát az embernek attól, hogy gyereke van. Itt a kérdés az arányoknak a megtalálása, meg a kivitelezés. Feltételezem, nyilván nézek kicsit itt jobb felé is kérdőn, hogy te mit gondolsz erről, de szerintem itt nem arról van szó, Orszi, hogy azáltal, hogyha nem megy el bulizni a gyerekkel, hogyha most már ezt a példát nézzük, akkor ő teljesen feladja magát is, hogy soha többet nem mehet el bulizni, hanem ott lehet, tehát rá lehet bízni, gondolom, a nagyszülőkre, uram, bocsa, egy babysitterre, nem kell attól az egész életet feladni, de biztosan nagyon sokat kell alakítani rajta. Szerintem a nőnek az borzasztó nagy áldozat szerintem a gyerekvállás, és így, mint életmód szempontjából nem egy annyira tragikus dolog, de van a terhességnek az utolsó 3-4 hónapja, meg szerintem a gyerek első 2-3 éve, amikor azért, hogy mondjam, nagyon vissza kell venni abból a tempóból, hogyha valaki egy ilyen partizós, sokat mozgó, jövőmenő életet élt, és utána nem. Tehát De szerintem az egy teljesen tisztességes hozzáállás, hogyha valaki azt mondja, hogy ő ebből nem kér. Az viszont szerintem problémás, hogyha valaki vállal egy gyereket, és az ezzel való felelősséget, és utána visszaköveteli magának a régi életét. Tehát hogy ez egy olyan döntés, ami már nem rólad szól. Tehát itt nem arról van szó, hogy neked abba a kontextusból, hogy neked jogod van ezt azt csinálni, ne lenne igazad, hanem arról van szó, hogy te azzal, hogy vállaltad a gyereket, azt mondtad, hogy alárendelem az életemet következő 18 évben valaki másnak. És ez a gyerekvállás, hogy alárendeled az életedet. És tulajdonképpen az alárendelést egy kicsit nézzük más oldalról is, tette. Úgy döntesz, hogy gyereket vállalsz, mármint nem te, Osztin, az ember úgy dönt, és nem a gyerek, ez közhely, de nem a gyerek döntött úgy, hogy ő meg akar születni. Tehát ott van egy magatehetetlen kicsi lény, aki nem tud nélküled létezni. Tehát te úgy döntöttél, hogy létrehozol valakit,
és az a valaki, az teljesen rád van utalva, nem saját döntéséből, nem azért, mert ő akarta. Tehát szerintem valamennyire adósa is az ember. Egyébként, bocsánat, csak még az Oszit annyiban én megvédeném, hogy szerintem borzasztó nehéz jó szülőnek lenni, meg borzasztó nehéz ebbe az élménytársadalomban elengedni azt, ami ahogy működünk, meg élünk. Nekem se sikert, tehát hogy én se vagyok egy jó apa, én se vagyok egy példaértékű valaki, nem vagyok ott eleget, nem foglalkozom vele eleget, van is lelkiismeret fordulásom miatta, borzasztó nehéz. Tehát, hogy egész egyszerűen az ember az tényleg annyira kiszakadt ilyen értelemben a természetből, abból a fajta működésből, ami tényleg a másik ember, ez a családhoz, stb. Köti, és annyi impulzus veszi körül, meg annyi felelősség, meg annyi kötelesség, hogy borzasztó nehéz jó szülőnek lenni, azt gondolom. Tehát látok, nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert látok jó szülőket, de azt is gondolom, hogy én nem akarom elítélni azokat az embereket, akik, tudom én, mondjuk buliznak este a gyerekükkel, mert a fene tudja, lehet, hogy nekik tényleg az a buli, az egy életmentő dolog, az egész hetes trágya mindennapok, meg munkahelyi konfliktusok után. Tehát nyilván ítéletet nem szabad hozni, meg nehéz hozni. Nagyon nehéz. De folyamatosan ez történt, igen, ebben, igen, a blogban. Sajnos, okosan elmondtad. Elhangzott itt, hogy, igen, így, hogy ne vonjuk meg az ne legyen, igen, a gyerek részére alvás megvonást. Az, hogy későn fekszik le, nem biztos, hogy alvás megvonás. Lehet, hogy 3-4 évesen ő óvodába jár, és akkor van ez, hogy hétfőtől péntekig korán kell, de amíg meg nem, addig ugyan miért ne igazíthatnád úgy, hogy este 11-től reggel 8-ig alszik. Ráadásul a valóság letagadása az, amikor megpróbálod a gyereket 8-kor az ágyba erőltetni, vagy legalábbis akkor megszabadulni tőle, és a nappaliban folytatni valami felnőtt életet, és tudod, leszakadni erről a gyerek nevelés, ő meg állandóan kijön, hogy mesélj, meg nem, és a végén tényleg minden nap az, a sztori a végén, hogy este 10:30-kor vagy 11-kor alszik el. Miért ne látnád be ekkor azt, hogy tulajdonképpen a gyerek bioritmusa az, hogy ez van. Kérdés, hogy alszik-e majd 8 órát egyébként, tehát hogy majd mikor kell vele fölkelni. És azt gondolom, hogy így értem, amit az Ági mond, de azt is, hogy természetes, hogy rád van utalva, és nem tud egyedül életben maradni, és te ezzel óriási felelősséget vállaltál, de könyörgöm azt, hogy a parkban alszik a babakocsin, azt délután 4-kor megtapsoljuk, hogy nézd, ott a szent magyar anya, ha meg este 11-kor vagy 10-kor alszik egy babakocsiban, a szomszéd, nem tudom, krimóban nyilván, de nem egy fetrengve hányó nő van mellette, akkor azt meg nem, és ez tulajdonképpen alszik, nem kiéhezteti éppen, meg nem ad neki enni, hanem ugyanúgy ott alszik a gyerek. Én nem szeretnék nagyon leragadni az alvás témakörénél, de azért erre még szeretnék reagálni. Az alvás minőség, ezt magunkról felnőtt emberekként is tudjuk, hát még egy gyereknél egészen más akkor, hogyha egy nyugodt környezetben alszol, és egészen más az alvásod minősége, hogyha a szomszédban éppen buli zajlik. Egyszerűen másképp alszol. De visszakanyarodnék arra, hogy milyen nehéz jó szülőnek lenni, hogy tökéletesnek meg lehetetlen. Tehát valahogy egyre inkább az az érzésem van, hogy valamivel úgy is biztos, hogy traumatizálni fogja mindenki a gyerekét. Mindenki vagy elrontja azzal, valójában. Igen, kicsit, vagy azzal, nagyon, hogy úgy csinálja, hogy vele csinálták, vagy hogy annak pont az ellenkezője. Tehát szinte már azt gondolom, eleinte viccből gondoltam, most pedig már kezd komolyra fordulni a fejemben ez a gondolat, hogy tulajdonképpen a gyerek születésétől kezdve nem csak az egyetemre kellene félretenni pénzt, hanem a gyerek pszichoterápiájára is, mert majd valamikor egyszerűen el kéne mennie, ahol ezt föl kéne dolgozni azokat a traumákat, amiket úgy is elszenved, mert nem tudunk tökéletesek lenni, mert mi magunk sem vagyunk azok. Azt írja, három hallgatói SMS-t szándékozok felolvasni. Az első azt írja, hogy Oszi, soha senki nem tud olyan szeretetet adni, mint a saját gyereked. Nem agitáció, ez csak tapasztalat. Minden igaz, amit mondtok, azonban egy önzőség is, hogy gyereket válasz, hiszen életed végéig egészen biztosan szeretni fog. Hát, vagy az övéig.
Szerintem épp felnőtt uralomra szórakozni viszik a gyereket, és nem maradnak miatta otthon, írja valaki ezt a megfigyelést. De abban igazából, mert tényleg nem onnan indultunk el. Aztán írja valaki, hogy 46 éves, 3 gyerekes gyakorló apuka vagyok, 15, 12 és 1 évesek. Visszatért a lendület tavaly. A Covid. Gratulálunk. Tökéletesen egyetértek a cikkel minden szavával. A saját tapasztalataimat nagyon hosszan tudom példákkal illusztrálva bemutatni, a cikkben szereplőket igazolja. Őszintén mondom, hogy nagyon sötéten látom a 20-30 évvel későbbi éveket. Ahogy apám mondta évekkel ezelőtt, és ezek fognak minket eltartani, írja nekünk Zoli. Nem tudom, hogy ő a saját gyerekei miatt aggódik, vagy az ő korosztályukban lát problémát, mert persze azért ezt... Gondolom korosztályban. Persze, mert ezt szoktuk megfigyelni. Milyen érdekes, hogy én mindent jól csináltam, de ez a generáció, az összes többi gyerek, az én gyerekemen kívül, hát ez így borzalmas. A cikk fogalmaz úgy az egyik kanyarban, hogy a szülői engedékenység egy olyan társadalmat hozott létre, amelyből hiányzik az empátia, a figyelmesség és mások tisztelete. A liberális gyereknevelés következtében pedig olyan súlyos társadalmi problémák is kialakulhatnak, mint például a gyermekkori depresszió, kábítószer használat, az öngyilkosságok számának megnövekedése. Tény, hogy van csomó akaratos gyerek, mondom erre én, de szerintem az empátia pont nem hiányzik a fiatalabb generációban, hanem inkább lehet, hogy pont az empátia túltengése miatt vannak drog problémák. Nekem az egész cikk egy ilyen nyuggerterror megfogalmazás. De csak folyamatosan azt érzem benne, hogy az öreg panaszkodik, hogy bezzeg a fiatalok az én időmben mennyivel fiatalabbak voltak. Vagy szerintem attól, hogy van véleménye, attól, hogy van véleménye, vagy hogy megfogalmaz egy jelenséget, attól még ez nem törvényszerűen nyuggerterror, de abban, főleg ahogy már így többedik mondatot olvasott föl belőle, abban egyet tudok érteni, hogy eléggé végletes, lehet, hogy túlságosan is borulátó, tehát ennyire azért drámainak én sem látom a helyzetet, de tendenciát látok. Liberális gyereknevelés. Meg mi az, hogy liberális gyereknevelés, tehát ebben annyi minden lehet. Én konkrét példáknak jobban örültem volna. Azt várja, hogy te reakciósan értelmezd ezt a szót, hogy liberális gyereknevelés. Nem szeretem a lipsiket, tehát minden, ami a gyereknevelésben engem taszít, az a liberális gyereknevelés, úgyhogy így könnyen egyetértek a szerzővel. Nem túl konkrét, nem nyilván tartozik hozzá konkrétum, hiszen ennek a David Eberhardtnak van egy Gyerekek hatalmon című könyve, és ez, én nem tudom, hogy ezt promotálja éppen ez a 2019-es cikk, vagy nem utal arra, hogy hirdetés lenne, de hát miért ne beszélhetne róla. De nem mondom, nekem a szerző, én nem azt tudom kiolvasni a cikkből, hogy mi a baj a gyerekekkel, hanem minden mondat mögött azt hallom, hogy öreg vagyok, panaszkodok, de nem a gyerekekkel. Vagyok, panaszkodok, öreg vagyok, panaszkodok. A gyerekek viselkedése esetén bármiről is legyen szó, ott soha nem a gyerekeket kell megvizsgálni, hanem a hozzájuk tartozó szülőket. Szerintem abszolút reális dolog, bár én tényleg én is elkövettem azt a, és ebben igazad van, Oszi, hogy túlítélkező voltam. Ki vagyok én, hogy megítéljem, hogy ítélkeztél-e. De szerintem az mindenképpen igaz, hogy azzal, hogy generációk nőnek fel úgy, hogy egész egyszer nem tanítják meg nekik a határokat, és ez tényleg egy elég általános dolog. Tehát ez és egy általánosító dolog is. És egyáltalán, igen, de nem olyan módon bántó. De melyek ezek? Mióta van ez így? 83 óta? Te még pont a jóba tartoztál, és utána kezdődtek a gondok? Valószínűleg ez egy folyamat. Egyébként a Spocknak jelent meg az a híres könyve, még valamikor a 70-es években igazából Magyarországra azzal tört be, meg egyébként Amerikába is azzal, tehát az ilyen típusú gyereknevelésnek az Atya Úristen, ez a Spock, úgy, mint az Enterprise-ből. De nem a Star Trek-ből, de egy pont ugyanolyan nevű... Hoku. Spock. Spock, azt hiszem, hogy Spocknak hívják. Mindegy. Tehát az ő elvei, azok nagyon divatosak voltak, egy nagyon divatos könyv, és azt hozta el, és azt gondolom egyébként, hogy látjuk azért egy csomó helyzetben, látjuk akár csak, hogy mondjam, a
nyugati társadalmak általános állapotán is, a mai felnőtteken is látjuk ezt a problémát, és nyilvánvalóan csak rosszabb és rosszabb lesz folyamatosan, hogy egész egyszerűen ez a túlzott, túltolt egoizmus, meg énimádat, meg öntudat, ami nyilván egy bizonyos mértékig jó, de egy ponton túl meg veszélyes és destruktív, mint társadalmilag, mint egyénileg, annak borzasztó, borzasztó komoly következményei vannak a mai világban. Te rettegsz, én úgy érzem, hogy ezt túltoltuk, tehát hogy túl aggodalmaskodjuk, vagy azt gondolom, hogy ha valaki megenged magának 10% saját magának jutó életstílust, akkor azonnal rákiáltjuk, hogy az már a 100%, és azonnal vegyen vissza. Mondom, mert a szakadék volt, felé rohanunk, mert nem nézzük jó szemmel azt, hogy a mi önfeláldozásunknak az árnyékában, vagy éppen fényében, mindegy, hogy melyiket használom, a másik éppen hozzájut valamihez, ami neki kellemes. Azt a gyereket igenis nevelt fel úgy tisztességgel, hogy ez neked rossz legyen, mert akkor az többet fog érni. Szerintem ezek irigy megfigyelések. Akkor is látod, hogy egész egyszerűen olyan generációk nőnek fel, akik azt mondják, hogy már ők nem hozzák meg azt az áldozatot, amit a szüleik, a nagyszüleik, a dédszüleik meghoztak, hogy gyereket vállaljanak, nem hozzák meg, mert ezt az ők ényelmüket sérti, és ennek következtében, mondjuk a nyugati társadalmokban elképesztő demográfiai problémák vannak, aminek a következménye gazdasági katasztrófák, bevándorlás, háborúk, instabilitás. Senki nem okozza, hanem a korszellem az, amelyik ilyen módon önzővé tette az embereket. Irreálisak az elvárások. Tehát ha úgy ülünk ide, hogy valaki két hetente egyik este a gyereket a Városligetben altatja el, miközben beszélget a barátnőjével, akkor készül róla egy rádió műsor, hogy ő már nem jó szülő. De nem erről beszéltünk most. És akkor tudod, mit akkor ezekkel a feltételekkel érne? Szerintem folyamatosan. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartátok. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.